Köszönöm szépen, és üdvözlöm Önöket, és köszönöm a felvezető szavakat. Valóban a Magyar Nemzeti Bankban nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a hazai ügyfelek versenyképes pénzügyi szolgáltatásokkal legyenek megkínálva, és ugye ez azt jelenti, hogy mind a fintekek, mind a bankok oldaláról azt szeretnénk látni, hogy abszolút csúcs minőségű és biztonságú szolgáltatásokkal szolgálják ki az ügyfelek igényeit. A területünk 2019-ben alakult, és akkor még bizonyos bankoktól azt hallottuk vissza, hogy ők a digitális megoldásokat igazából a prémium ügyfeleknek szeretnék külön árazással kínálni, hiszen ez egy olyan extra kényelmi funkció, ami szerintük ilyen árazással is elfogadható lesz. És hát azóta nagyon sokat változott a világ, volt egy COVID-járvány, és nyilvánvalóan a verseny hatására is, meg reméljük, hogy részben a mi aktivitásunk hatására is, már alapvető tényezővé vált a bankok számára is a digitalizáció olyannyira, hogy minden igazgatóságban van már dedikáltan digitalizációját felelős felsővezető. Ugye a legnagyobb verseny nyilvánvalóan a fizetési szolgáltatások terén van még mindig, de az látszik, hogy a bankoknak is mélyebben meg kell ismerniük az ügyféligényeket, és az ügyfelek élethelyzetéhez kell igazodóan szolgáltatásokat nyújtaniuk, akár beágyazott formában, akár más szolgáltatásokkal együtt működve, akár beyond banking szolgáltatásokkal is kibővítve a szolgáltatási palettát. És ez ugye nem csak, hogy az ügyfelek elégedettségét tudja növelni, de egy jól átgondolt folyamatokra alapozó digitális transformáció az intézményi hatékonyságot is tudja támogatni. Mi úgy látjuk, hogy erre még lenne jelentős tér, hiszen az európai összehasonlításban a hazai bankok nem csak a profitabilitásban, de a működési költségek szintjében is élen járnak, tehát szerint nagyrészt itt a digitalizáció segíthet abban, hogy ezek a költségek csökkenjenek. És mennyire digitalizáltak a hazai bankok? Ugye a 2023-ban megjelent fintek és digitalizációs jelentésünk értékelését tudom most hozni. Ez egy fejlett, de még mindig a közepes kategóriába tartozó digitális érettséget mutat, és azon dolgozunk, hogy itt a bankok tovább tudjanak haladni ezen az úton, részben a mi méréseinkre alapozva, részben pedig azokra a fejlesztésekre és képzésekre, amiket ők maguk indítanak el. Ugye most van folyamatban a 2023-as év adatainak a feldolgozása. Ezekkel valamikor nyár elején fog megjelenni az új jelentésünk, és az évek során kialakult gyakorlatunk, hogy ezt egyedi szinten is visszamutatjuk a banki felsővezetőknek, és ebből mindig egy nagyon érdekes beszélgetés szokott kialakulni. Ezen beszélgetésekre alapozva viszont már tudok arról beszélni, hogy 2023 végén hogy látták a bankok a saját piacukat, milyen új irányokról számoltak be nekünk. Ugye, ami talán a legmeghatározóbb, az a mobile only, vagy a alapvetően a retail ügyfeleknek a szinte az összes típusú tranzakciójának a mobiltelefon vagy mobil alkalmazásokban való elhelyezése.
Ez úgy tűnik, hogy az ügyfél igényekkel is nagyon jól rezonál, és minden bank ezt helyezi előtérbe. Mindemellett persze a netbankokat sem zárják be. Itt szintén egy nagyon örvendetes folyamattal a KKV szektor termékeinek és szolgáltatásainak digitális elérhetősége is jelentősen javul a közeljövőben. Ezek mellett természetesen a retail ügyfeleknél egyre fejlettebb technológiai megoldásokkal a personalizáció irányába haladnak, és ugye sokan gondolkoznak a beyond banking funkciókon is. Ahhoz, hogy az ügyfeleket ilyen színvonalon ki tudják szolgálni, ugye nagyon fontos a háttérrendszerek, háttérfolyamatok fejlettsége, strukturáltsága is. A jelentésünkben ezért mi arra is nagy hangsúlyt helyezünk, hogy megnézzük, hogy mi van a motor háztető alatt, és hogy ezek a folyamatok mennyire digitalizáltak, mennyire vannak még egyedi manuális beavatkozások, esetleg papíralapú folyamatelemek a mögött, amit esetleg az ügyfél már egy nagyon jó UX-es applikációban talál. És itt látjuk a fejlődést, de azt is látjuk, hogy egyre több banknál a core rendszereknek a fejletlensége egy ponton túl gátját képezi ennek a modernizációnak, és ezért tavalyi évben azt tapasztaltuk, hogy sok banknál stratégiai döntést született ezen háttérrendszerek modernizációjáról is. Emellett természetesen komoly erőfeszítéseket tesznek a belső folyamatok modernizációjára, és az ehhez párhuzamosan szükséges képzések folyamatosságára is. És végül, de nem utolsó sorban, ugye a bankok jól felfogott érdeke, hogy az általuk kezelt és összegyűjtött adatvagyonnal egyre tudatosabban gazdálkodjanak, és ennek ugye egy kiinduló pontja az adatmenedzsment és az optimalizáció korszerűsítése. Összességében tehát azt látjuk, hogy egyrészt megvan a szándék, másrészt vannak jól látható lépések is a digitalizáció erősítésére. Mindemellett még vannak olyan területek, ahol külön hangsúlyt kellene helyezni arra, hogy itt is történjen előrelépés. Ugye ezek közül talán az első az, hogy az ügyfelek tájékoztatása, real-time értesítése, egy komplexebb folyamat, például egy hiteligénylés különböző státuszairól, vagy a másik oldalon természetesen, ha már a hitelfelvétel után valami probléma adódik a visszafizetéssel, ennek a státuszainak is minél gyorsabb és minél jobban lekövetett digitális megoldásai még hiányoznak. Ugye részben már említettem az eszközpark háttérrendszerek korszerűsítését. Itt ugye mi a bankok saját értékítélete alapján dolgozzuk fel az eredményeket, és ez egy közös véleményünk valószínűleg, hogy szükség van ezeknek a fejlesztésére. Azt látjuk, hogy azért a fintek együttműködések terén is lehetne még előrelépés. Ugye ezen tehát több banknak is van inkubátora, remek programjai, de valahogy a tényleges termékszintű együttműködés nem túl gyakran jön össze, vagy nem olyan időhorizonton, mint kellene. Ebben szerintünk még lehet fejleszteni, mint mondtam, a papíralapú folyamatok terén is
ugye elég nyilvánvaló, hogy szükséges előrelépés, és bár egy kicsit bonyolultabb, bár az ügyszám kevesebb, de a vállalati ügyfelek is igénylik azt, hogy számukra is elérhető legyen minél több digitális felület és digitális szolgáltatás. Ugye, hogyha áttérünk arra, hogy vajon az idei évben, hogyha ilyen rendezvényekre fognak ellátogatni, vagy szakirodalmat olvasnak, mi lesz a fő téma? Ugye szerintem ez már elég egyértelmű, hogy a mesterséges intelligencia, az abban rejlő potenciálok, illetve esetleges kockázatok foglalják el az első helyet. Hogyha egy kicsit tágabbra tekintünk itt természetesen a pénzügyi piacokon, még egyéb fejlemények is várhatók, akár a MiCA elfogadása és életbelépése kapcsán, ugye a kripto piac, illetve a decentralizált pénzügyeknek egyfajta érettebb státuszba lépése is látható, de azt gondolom, hogy önöknek, banki szakembereknek nyilvánvalóan mesterséges intelligenciával kapcsolatban lesz talán a legtöbb feladatuk. És itt a lehetséges potenciál kapcsán, ugye ezen a dián azt szedtük össze a kollégákkal, hogy például egy hitelezési folyamatban hány lépésben, hány különböző funkcióban lehetne mesterséges intelligencia alapú megoldásokra támaszkodni, és ezáltal ugye a mindenki által vágyott, nem, negyed óra alatt nyújtható lakáshitel, vagy 5 perc alatt nyújtható személyi hitel elérhetőségének a távolsága rövidülhetne. Természetesen, ugye, ahogy hangsúlyoztam is, itt nem arról van szó, hogy a polcról leemelünk 1 vagy 8 AI terméket, és akkor holnaptól ez már nálunk így fog megvalósulni, hanem egyrészt ugye az adatokkal kell felkészülni, másrészt a szakemberekkel, harmadrészt a folyamatokkal, és egy jól átgondolt stratégia mentén érdemes ezekbe az irányokba belevágni. Annál is inkább, mivel ugye itt a jelentős hatékonyságnövelés mellett azért a technológiának pont a hitelezés oldalán lehetnek ányoldalai is, ami nem csak önöket érintik, hanem az ügyfeleket is, és ezért ez előbb-utóbb a mi problémánk is lesz. Tehát ugye a nagy adatbázisok öntanuló mechanizmusai sokszor tudnak olyan végeredménnyel szolgálni, ahol bizonyos fokú részrehajlás, esetleg diszkrimináció eredményeként nem szándékoltan bizonyos fogyasztói csoportok kikerülnek a szolgáltatás fókuszából, és az ő végleges kizáródásuk ugye csak és kizárólag úgy akadályozható meg, hogyha a folyamatokban megfelelő kontrollok is bekerülnek emberi döntésekkel, emberi felülbírálati kötelezettségekkel vagy jogosultságokkal, és ugye ezek mentén a bankoknak nagyon komoly döntéseket kell hozni, hogy kezelik ezeket a bizonyos szélsőséges eseteket, milyen etikai alapelvekre és minimum követelményekre hagyatkoznak a kérdéses döntéseknél. Ugye természetesen, ahogy mondtam is, az ügyfelek nyilvánvalóan várják, és a nem pénzügyi irányból már kapják is azokat a mesterséges intelligencia által feljavított, gyorsított és személyre szabott szolgáltatásokat, amik egyfajta implicit várakozást keltenek bennük azzal kapcsolatban is, hogy a bankjuk vagy a pénzügyi szolgáltatójuk is ilyen
módon szolgálja őket ki. A banki interjúk során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy feltárjuk, hogy hogyan állnak a hazai bankok a mesterséges intelligencia felhasználásával, és azt láttuk, hogy minden banknál ez egy abszolút aktuális téma, viszont részben amiatt, mert a hazai bankszektor szerkezete összetett, és vannak nagyobb, illetve kisebb bankok, nagyobb bankcsoportok, kisebb leányvállalatai, ezért ez változó, hogy a tényleges hazai aktivitás mennyire erős, tehát nagyon, nagyon egyelőre még a csoportok központi szintjén jár a stratégiai tervezés, a felhasználási esetek beazonosítása, és azt láttuk még olyan bankok esetében is, akik akár technológiai oldalon jobban állnak, hogy ezeknek a felhasználási eseteknek a beazonosítása, illetve nyilvánvalóan a kockázatarányos megközelítése még a kezdeti fázisban jár. Ugye a legtöbb bank mesterséges intelligencia felhasználása jelenleg még az RPA-k szintjén, esetleg chatbotok és egyéb személyre szabott üzenetek szintjén áll. Ezért is lenne fontos, hogy a stratégiai tervezésük egy tudatos pályát fedjen majd le, és ezeket a lehetőségeket minél jobban ki tudják használni. Tehát, mint mondtam, ugye a banki interjúk, beszélgetések a nagyon fontos részét képezik annak a mérési és visszajelzési rendszernek, amit a fintech és digitalizációs jelentésünkre építünk, amely 2019 óta elérhető, viszont 2021 óta van már egy olyan digitális transformációs ajánlásunk, amely mentén ugye a bankok digitális transformációs stratégiát kellett, hogy összeállítsanak, és ezen stratégiák aktualizálása kapcsán szoktunk tehát velük elbeszélgetni. Emellett viszont vannak még egyéb innovációt támogató eszközeink, elsődlegesen az Innovation Hub, amely egy nyitott platform arra, hogy bármelyen olyan engedélyezési, felügyelési, jogszabályértelmezési kérdésük lenne, amely az új termékük vagy ötletek újdonság erejénél fogva nem egyértelműen megválaszolható a piaci jogi szakemberek vagy a banki szakemberek által, akkor érdemes az MNB-től iránymutatást kérni ezzel kapcsolatban, és azt látjuk, hogy ez egy abszolút működő és népszerű forma, már körülbelül 180 ilyen kérelmet bíráltunk el az elmúlt, vagy pontosabban iránymutatást és adtunk, illetve válaszoltunk meg kérdéseket ezen platform segítségével. Ugye van sandboxunk is, ami egy limitáltabb lehetőséget ad arra, hogy kontrollált körülmények között próbálják ki az új szolgáltatásaikat bizonyos követelmények alól ideiglenesen mentesülve. És akkor igen, tehát visszatérve arra, hogy hogyan tudjuk támogatni a mesterséges intelligencia stratégiákat, a mesterséges intelligenciának a magabiztos és prudens felhasználását. Ugye nyilvánvalóan egyfajta szabályozó eszközzel, vagy olyan standard megalkotásával, ami reményeink szerint egy széles, de jól látható pályát határol,
vagy határoz meg az intézmények felé, és szintén várhatóan egy ilyen folyamatos dialógus mentén tud fejlődni. Ugye ezek a szabályozási dilemmák többféle következtetésre is vezethetnek, tehát például ugye az Európai Unió egészében alapvetően egy nagyon is normatív, szabályalapú megközelítést követ, aminek az egyik terméke például a nemrég véglegesedett AI Act, amely tehát a pénzügyi szolgáltatásokra is elég komoly hatással lesz, míg más joghatóságok egy tágabb, alapvetően alapelvi szintű megközelítéssel kívánják lefedni ezeket az új technológiai irányokat, és mi azt gondoljuk, hogy a korábban bemutatott digitális transformációs ajánlásunk kiegészítésével tudunk majd előrelépni szándékaink szerint az idei év során abban, hogy részben a megfelelő alapelvek, struktúrákra vonatkozó elvárások vagy jó gyakorlatok beazonosításával, részben pedig a gyakorlatban fölmerülő kérdésekre adott megfelelő válaszokkal irányt mutassunk a bankoknak abban, hogy minél inkább tudjanak élni azzal a lehetőséggel, és a komoly verseny miatt azt gondolom, hogy kötelezettséggel is, ami a mesterséges intelligenciában rejlik. Én ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nagyon sikeres szakmai napot kívánok Önöknek. Viszontlátásra!